A Velencei Tavi Vízi Sportiskola számos lehetőséget kínál az aktív kikapcsolódásra. A vitorlázás és a motoros hajózás szerelmeseit itt megtalálhatják számításukat. Azonban mostanság számos hajóbalesetről lehet hallani, az is előfordul, hogy kigyullad a vízi alkalmatosság, pedig a balesetek nagy része egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne. Hogyan lehet megelőzni, hogy benzingőz kerüljön a motortérbe? Természetesen, hogyha előtte kiszellőztetjük, van erre külön gomb is általában néhány motorcsónakon, a beépített motorosoknál, de egyébként a motoron, benzinkannán is van egy szuszogószelep, megnyitjuk indítás előtt, és akkor pár másodperc alatt átszellőztetjük, és akkor indulhat a motorcsónak előadás, a szabadidő hasznos eltöltése. A szakember azt mondja, hogy egy baleset kapcsán a cél mindig az élet megóvása, és bizonyos esetben szükséges lehet vízbeugrással elhagyni a hajót, természetesen a megfelelő védőfelszerelésben. Az az alaptézis, hogy a hajót azt nem hagyjuk el semmilyen esetben, hogyha baleset van, kivéve nyilván, hogyha mondjuk elsüllyed egy hajó, vagy kigyullad, akkor ez a legalapvetőbb, hogy akkor elhagyjuk. Természetesen mentőmellényben, az jó, hogyha van, kötelező is, hogy legyen. A megfelelő védőfelszerelés használata tehát életet menthet, ezért mindenképpen szükséges, hogy a hajó kapitányának utasításait betartva, valamint az életvédelmét szem előtt tartva viselkedjünk, hogyha megtörténik a baj.